Mi a mandala? Mit lehet tudni róla? Hát sokak szerint csak egy dekorációs tárgy vagy egy festmény, de azért ennél többről van szó. Ez végül is egy meditációs segédeszköz, mondhatjuk így. Képnyelven tulajdonképpen visszatérni a középpontba, valahogy így tudnám megfogalmazni. Ugye egy pont köré épül fel az egész. Ugye a meditációban is az egyensúlyra törekszünk, illetve arra, hogy megtaláljuk a középpontunkat. Ugye az igazi utat nekünk kell megtenni ehhez, de ez segít. Mióta foglalkozol mandalák festésével? Márciusban lesz 2 éve, hogy napi szinten csinálom, illetve hivatásszerűen. Neked alapvetően a szakmád díszítő festő. Hogy jutottál el erről a díszítő festésről egészen a mandalákig? Hát ugye az ecsetkezelés, meg a festékkel, az ecsettel való munka az közeli, tehát hogy igazából nem volt egy olyan nagy váltás, igazából az érdeklődési köröm változott meg talán egy kicsit, és akkor indultam el ebbe az irányba. Mi az, ami megfogott benne? Azt hiszem, hogy maga a készítése. Nyilván tetszett a kép, amit látok, hogyha láttam valahol, de azt hiszem, akkor szerettem igazán bele, mikor én magam kezdtem el csinálni. Mert ez egy, hát egy nagyon jó folyamat, és akkor tényleg az ember kikapcsol, és csak arra koncentrálok, és akkor... Ez nagyon jó. Főállásban foglalkozom most a mandaláknak a festésével, van egy külön vállalkozásod is, ami erre épül. Igen. Hát most már 2 éve lesz, hogy ezt csinálom. Ugye először csak, amikor gyesen voltam a fiaimmal, akkor mellette csináltam, aztán adószámos magánszemélyként, és most már így van. Így karácsony közelettével észrevehető, hogy többen megkeresnek, vagy nálad egész évben van egy adott vásárlói számod, amit folyamatosan tartasz? Hát azért a karácsonyt azt érezni, több a megkeresés, de azért mindig vannak ilyen, hát ilyen hullámvölgyek vannak, tehát egyszer sokkal többen, aztán kevésbé. Azt hiszem, hogy ez minden vállalkozóval van így. Mit tapasztalsz így a vírushelyzet miatt? Visszaesett valamilyen szinten a te vállalkozásod? Nem. Én úgy gondolom, hogy nem. Mert sokan ugye az internet elé szorulnak a bevásárlás helyett, és tulajdonképpen azok az emberek is ide irányulnak, akik a boltba mentek volna. Hol reklámozod inkább magad? Hol tudnak téged megtalálni, hogyha valaki egy mandalát szeretne vásárolni tőled? Hát most már több platformon is fönt vagyok. A legutóbb, mikor beszélgettünk, akkor még csak tervben volt, hogy egy weboldalt majd szeretnék, illetve egy webáruházat, ez azóta megvalósult. www.beusműhelye.hu, ugye ékezetek nélkül. Itt vannak fent termékeim, illetve itt meg lehet találni engem. Azon kívül a legnagyobb közösségi oldalon van egy oldalam, Beus műhelye, Beus mandala műhelye, és akkor onnan. Általában egyébként onnan érkezik a legtöbb megkeresés, mert valahogy az emberek ott jobban szeretnek kommunikálni, meg ott jobban nagyobb az élet. Külön házhoz szállítás van nálad, vagy hozzád is mehetnek személyesen azokért az árukért, amit megrendeltek maguknak a vásárlók? Mind a kettőre van lehetőség. A GLS-re szállítok egyébként, és az ország egész területére, sőt külföldre is van lehetőség rendelni, és egységes szállítási áron. Természetesen ingyenes a személyes átvétel.
valaki nem ismer és úgy szeretne külön egyedi terméket, akkor van lehetőség webáruházon keresztül is egyedi termékeket rendelni tőled. Igen, van. Hát ilyenkor azt javaslom, hogy az ottani elérhetőségen vegye fel velem a kapcsolatot, és akkor mindent meg tudunk beszélni a továbbiakról. Például most volt egy viszonylag rendhagyó rendelésem, egy ilyen kazettás mennyezetet készítettem el, ugye ilyen fa alapokra készült, és akkor azt tereltük fel a mennyezetre. Ugye ez ilyesmi nincs a webáruházban, viszont elérhető vagyok. Ugye átlagosan mennyivel előtte kell szólnia valakinek neked, hogyha egy egyedi festményt szeretne készíteni magának? Hát minimum egy héttel előtte. Ez attól is függ, hogy mennyi megrendelésem van éppen, de azt mondom, hogy egy hét az reális, mivel hogy azért mi szabjuk le az alapanyagot is, minden méretre készül, minden a megrendelő szerint készül. Tehát, hogy milyen formájú legyen az alap, milyen méretű legyen, milyen színű, és akkor, hogy azt létre tudjam hozni, azért az egy több állomásos folyamat, úgyhogy minimum egy hét. Nálad nem csak festményeket lehet vásárolni, hanem több használati tárgyat is, amire ezt a mandala motívumot fested rá. Fel tudod sorolni, hogy nagyjából mik közül lehet választani? Persze. Hát a főbb dolgok azok a faliórák, dobozokat készítek, ilyen teafiltertartó vagy sima doboz, ékszeres doboz, aztán ékszereket. Vannak fönn mindig fix termékek, meg vannak olyanok, amik rendelhetők. Tehát, meg hogyha van egy olyan termék fönt, ami mondjuk kék, de neki jobban tetszene mondjuk vörösben, akkor nyugodtan azt meg lehet rendelni, és akkor én megcsinálom, tehát nincs akadálya. Te fali festést is szoktál vállalni mandala mintákkal, vagy más-más bútoroknak a festését is. Ez most így a karácsonyi időszakban is lehetséges, vagy erre most nincs lehetőség, inkább csak az ünnepek után? Így, ahogy mondod, inkább az ünnepek után. Most már nincs erre kapacitásom. Hát ezek általában nagyobb volumenű munkák, ugye, amik főleg ugye a falfestésnél, de akár a bútorfestésnél is. Nem csak mandalákat festek egyébként, hanem bármilyen megegyezés szerint lehet, akár gyerekszobába, vagy kinek mi a vágya, álma, azt megpróbálom teljesíteni. Mi volt eddig a legnehezebb, amit el kellett készítened? Hát ez a kazettás mennyezet, ez most azt hiszem, hogy egy ilyen volt, ami elég összetett feladat volt, mivel hogy asztalos sem vagyok, csak a lánya mondjuk, mert apukám asztalos, de hogy itt a párom azért segített sokat felszerelésben, de azért ez egy hosszú folyamat volt, meg összetett, úgyhogy ez jó volt. Miért ajánlod magadat és a termékeidet a vásárlóidnak? Legfőképp azért, hogy legyen otthon valami kézzel készült, valami olyasmi, ami kicsit több, mint a gyártósori termékek, ami így szívvel, lélekkel készül, és egy magasabb rezgést képvisel, egy jó érzést is. Szeretném megmutatni nektek, hogy készül el egy ilyen mandalás doboz. Most egy teafiltertartót fogok elkészíteni. Egy ekrű színnel fogom mintázni ezt a dobozt. Mindig középről indulok, és először egy ilyen virágformát fogok festeni. Mindig próbálok szimmetrikusan haladni, hogy szép legyen a minta, mivel nem szoktam soha előrajzolni. Megpróbálom ilyen kis karácsonyi színekkel, bronz, ekrű, és akkor sötét zöld, ilyen fenyőzöldet használok még. Nem szoktam sok színt használni egyszerre, maximum 3-4 szín van egy dobozon általában.
nézve egyenes vonalat húzok, de kör lesz belőle. És folytatom tovább a szilmokkal. Eldöntjük, hogy milyen színnel haladjunk tovább. Megpöttyözöm a közepét egy ilyen szép fényes festékkel. Ezeket nagyon csípem, ezeket a metál színeket nagyon feldobják. Kidíszítem a szirmokat. Ugyanezzel a világossal haladok tovább. És akkor a végére még egy kis csillogás. Végig körbe bronzzal fogom díszíteni, és majd kap egy ilyen gyűrűt végig, amit csupa egy-egy ecsetvonásból fog állni. És a végére az a bizonyos középpont bekerül. Remélem, hogy ebben a videóban sikerült megmutatnom azt, hogy milyen az, amikor kézzel készül egy kis tárgy, hogy utána új útra keljen. Remélem, hogy tetszett, és köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet.